Hétvégén Kaposvárra látogatunk, ahol egy nagyon masszív csapattal fogunk játszani. Érdekesség, hogy az első mérkőzéshez képest kiegészültek egy ötödik légióssal, Quincy Dix-el, aki duplán is ismerős lehet a magyar közönségnek, hiszen idén Sopronban is már játszott, amíg Borisov sérült volt, illetve előtte PVSK-nál szerepelt és egy nagyon jó szezont hozott. Ezelőtt nagyon fizikális légiósuk van, igazából ebben kell felvenni a versenyt, hiszen Price személyében is, Dick személyében is nagyon masszív mezőny emberek, illetve palánk alatt Ford és Martin személyében nagyon fizikális és nagy tömegű játékosok vannak. Hilliard próbálja összefogni a játékukat, aki nagyon jól pörgeti a csapatot, nagyon jól diktálja a tempót. Talán egy kicsikét megfontoltabb támadójátékuk van, mi inkább egy gyorsabb stílus képviselünk. Ha ezt támadásban érve tudjuk juttatni, és azokat a védekezéseket, amit körmenden azt mondom, hogy a másik negyedben, illetve a második félidő első felében meg tudtunk csinálni, akkor győztesen tudjuk elhagyni majd a Kaposvári arénát. Hétvégén Kaposvárra utazunk, ahol nagyon szeretnénk megszakítani a vereség sorozatunkat. Úgy gondolom, hogy a Kaposvár egy verhető ellenfél, ugyanakkor nagyon masszívak, ezt mutatja a tabellán elfoglalt helyezésük is. Viszonylag keves pontot dobnak és keveset is kapnak, ellentétben velünk, ugye, aki mi egy kicsit többet dobunk és többet kapunk átlagban, úgyhogy talán két eltérő stílus fog találkozni, és mindenképpen az a csapat fog győzedelmeskedni, akinek a saját akarata érvényesül a másik felett. Úgy gondolom, hogy elsősorban a saját oldalunkról kell megközelíteni, hiszen képesek vagyunk legyőzni őket, ezt mutattuk az első hazai meccsen is, viszont az utóbbi időben picit gyengült, úgy gondolom a csapat védekezésünk, ezt ha összetudjuk rántani, akkor jó eséllyel nyerhetünk.